A tanórák közti szünetben hozzák a lányok a használt elemet és a tollakat, tudják, hogy ezeket is szelektíven kell gyűjteni. Évente kb. Az elemekből 110 kiló szokott kijönni, a papírokból rengeteg, a filztollakból több doboz, zsiradékokból ott kint vannak a kuka, és akkor ott így. 2022-ben vezette be a nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola ezt a módszert, ekkor csatlakoztak a cseppet sem használt olajgyűjtő programhoz. Évente körülbelül 220 litert gyűjtenek össze a diákok. Minél több mindent szeretnének megmenteni az iskolában attól, hogy a szemétbe kerüljön, ezért kupakokat és ruhákat is gyűjtenek. Ruhákat rászoruló családoknak adományozzuk, évente egyszer vagy kétszer, a kupakot pedig egy beteg kislány kezelésére. Nem csak nagy időszakos akciókkal tesznek a helyes hulladék kezelésért, hanem a hétköznapokban is. Az ökoszakkörösök 2-3 hetente átnézik a tantermek tisztaságát, a növények állapotát és a kukák tartalmát. Ez utóbbira részletes hulladékanalízist is végeztek már a diákok. Ezt még 2022-ben végeztük, két alkalommal, 17 osztályban, ami a legfőképp alsósok voltak, és hulladékanalízis alatt azt értjük, hogy kiborítjuk a szemetet különféle gyűjtőedényekbe, és ott kiválogatjuk őket, komposzt, fém, papír, vagy ez szemét szerint, és utána pedig lemérjük őket. Ennek 10%-a volt tényleges szemét, a többi része szelektíven gyűjthető hulladék volt. És amit az iskolában megtanulnak, azt otthon is próbálják tudatosan alkalmazni a diákok. Mi figyelünk otthon a hulladékfeldolgozásra, szelektíven gyűjtjük a szemetet, vásárlásra is viszünk vászontáskát. Hogy minél több hasznos információt tudjanak átadni a gyerekeknek az iskolában, létrehoztak egy környezetvédelmi munkacsoportot, akik egy előre elkészített munkaterv mentén dolgoznak egész évben. És ez nem csak elméleti oktatást jelent. Nagyon sok témahéthez kapcsolódunk, állatvédelmi témahét, hulladékcsökkentési témahét, a világ legnagyobb tanórája, fenntarthatósági témahét, témanapokhoz. Tehát nagyon minden ilyen környezetvédelemmel kapcsolatos programra vevők vagyunk, és a gyerekek nagyon szívesen vesznek ezeken részt. A technika órákon is kiemelt szerepet kap a hulladék csökkentés és felhasználás. Technika órákon például újrahasznosítunk a csomagolási hulladékokat, feldolgozzuk, átalakítjuk valami, lehetőleg valami használatra alkalmas eszközzé. Illetve nagyon fontos, ezt kiemelném, hogy nagyon odafigyelünk arra, hogy ne csak arra a újrahasználatról legyen szó, hanem az elsődleges lépésről, a megelőzésről, mert a szelektív gyűjtés az csak egy része az egésznek. Legfontosabb az lenne, hogyha nem is keletkezne hulladék, és ezt mindig elmondjuk, hogy az lenne jó, hogyha nem kellene szelektíven gyűjteni, mert nem keletkezne szemét vagy hulladék. Mindezt az iskolakert program is kiegészíti, ezért a következő nagy lépés a komposztáló rendszer kialakítása lesz az iskolában.